Makovicki János és Jánosné. Igen. Igen. És neje. És neje. A lakás felújításra, nyilászáró cserére szerettek volna fölvenni kölcsönt, és ezzel a szándékkal fordultak a bankhoz. Most itt kezdődik a történet, és hogyan folytatódott? Ezt esetleg elmondanák egy pár szóba akkor. A bankból elküldtek a Kapitálbankhoz, hogy menjünk oda, ott van lehetőség. Ott egy koma bemutatkozott Tóth Attila néven, ugye? Tóth Attila néven. Igen. És azt mondta, hogy nyugodjunk meg, majd ő elintézi. 1908. március 15-től indítottuk a Kapitálbankba. 2008, ugye? Igen, 2008. Igen. Igen. Tehát akkor arról volt szó, hogy elmentek a bankba először, és azt mondták, hogy lakás felújításra kölcsön szeretné. Igen. És önöket elküldték a Kapitálbankhoz. Igen. És ők akkor azt mondták, hogy milyen konstrukciót ajánlott. Akkor önök hány évesek voltak? 50. 50. És ön akkor már az agyvérzésen túl, agyvérzésen túl volt, és láthatólag egy rokkant állapotban ment oda, és önöknek ezek után egy olyan konstrukciót ajánlottak. Ez volt március, vagy csak 2008-26-án kötötték meg a szerződést. Kötötték ide, úgy egy héten belül minden. Igen. Minden. És ez a lakás az önök 100%-os tulajdona volt, igen. És a szerződés megkötése után pedig gyakorlatilag az OTP ingatlan leasing tulajdonába került az ingatlan. Igen. És milyen konstrukció, tehát milyen kezdő törlesztő részletet állapítottak meg? Azt mondták, hogy ennyi lesz, ugye? Igen, nem emelkedik semmit, és aztán jó fél év múlva fölemelték annyira, hogy nem győztük fizetni. Volt úgy, hogy 60-70 ezer forintot kellett volna fizetni. Meg igen. Nekem az OTP 4 hónapig levonta az összes nyugdíjamat, mert oda ment a nyugdíjam, lemondta, nem kaptunk semmit, az asszonynak a nyugdíjából éltünk. Igen. Mert abból kellett kifizetni a villanygázt, meg a rezsit. Uh-huh. Meg kórházba volt, azt is kellett fizetni. Tehát közben kórházba került, és az is plusz költségeket jelentett. Igen. Mikor mondtam az OTP-nél, itten a Szénás OTP-be, hogy miért vonják le, mert hogy nem fizettem 3 hónapot, akkor be kell pótolni meg minden, akkor 3 hónapig nem kaptam semmit, aztán átmentem a takarékba, ott aztán fizetgettünk, amit tudtunk, de aztán jött felszólítás minden, hogy miért nem fizetünk meg, hogyha kilakoltatnak meg ilyenek, és most pár napunk van a kilakoltatási. Tehát akkor elkezdtek utána fenyegetőzni, és igen. Azóta ugye odáig jutott, hogy múlt héten úriemberek jelentek meg, és az OTP leasing nevében egy igen, és azt mondta, hogy ő intézi a birtokba vételt. Nem, csak annyit mondta, hogy ezt a papírt átadja, és aztán majd kilakoltatnak.